A mai videóban azokról az ételekről és vitaminokról, módszerekről lesz szó, amelyek kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a májunkat rendbe tegyük. Szeretettel köszöntök mindenkit! A máj az egyetlen olyan szervünk, amely 100%-osan képes regenerálódni, megújulni. A májállapot romlás főbb fázisai az elzsírosodás, a fibrózis és a cirrózis. Az emberek nagyjából 30-40%-ának el van zsírosodva a mája, tehát a májállapot romlás első fázisában van, csak sajnos a többség nem tud róla, mert a májállapot romlás egy jó ideig teljesen tünetmentes, illetve mert az orvosok a májjal kapcsolatos állapotromlást csak egy bizonyos fázis után tudják egyáltalán megállapítani. A májállapot romlás egyik fő jele a kiálló has, tehát ha egyenesen állunk, majd lehajtjuk a fejünket és lenézünk a lábfej irányába, vajon látjuk-e a lábfejünket, vagy sem. Minél kevesebbet látunk a lábfejből, annál inkább el van zsírosodva a májunk. A második jele az inzulinrezisztencia. Ha az orvos nem állapította még meg az inzulinrezisztenciát, akkor az inzulinrezisztencia mértékére az világít rá leginkább, hogy mennyi ideig tudunk, hány órán át tudunk böjtölni. Ha képes vagy teljesen kiegyensúlyozott test és lelki állapotban 16-18 órán át étel nélkül meglenni, akár fizikai munkát is végezni ez alatt, valószínűleg az inzulinrezisztenciát nem jelentős. Tehát minél rövidebb ideig tudunk étel nélkül meglenni, annál erősebb az inzulinrezisztenciánk. Ha gyakran böjtölünk, az inzulinrezisztenciánk folyamatosan csökken, tehát javul. És ez egyben az első legfontosabb lépés is a máj rendbetételé, ez a böjtölés, a nem evés. Ha nagyon rossz állapotban van a májunk, elengedhetetlen a böjtölés, ugyanis a nem evés időszak alatt tud a máj pihenni és regenerálódni, megújulni. A böjt alatt egyfajta vákum képződik a szervezetben, a testünk rákényszerül arra, hogy az elraktározott zsírokat használja fel energiaként, például azt, ami a máj vagy más szervek körül rakódott le. Kezdjük az időszakos böjtöléssel, melynek lényege, hogy minden nap hagyunk egy pár órás időszakot, ami alatt étkezünk, és a nap többi részében nem eszünk, max. Vizet iszunk. Én, ha böjtölök, akkor este eszem olyan 9-10 óra körül, majd utána csak másnap délután fogyasztok ételt, van, hogy csak 18 óra után, így lényegében 20 órán át nem étkezem, tehát 20 órán át böjtölök. A böjt alatt van, hogy eszem önmagában semmi nélkül leveles zöldséget, legtöbbször leveleskelt vagy pak choyt. A leveles zöldségeknek nagyon alacsony a kalóriatartalmuk, főként rostot tartalmaznak, tehát nem a testemet táplálom velük, hanem a vastagbélben lévő baktériumokat. Ez egyben a második legfontosabb lépés a máj rendbetételéhez, a zöldségek, azon belül a keresztes virágú zöldségek rendszeres fogyasztása. A keresztes virágú zöldségekben lévő antioxidánsok, például a szulforafán, a legjobb táplálékok a májsejtek regenerálásához, a májban a gyulladások csökkentéséhez és a méreganyagok eltávolításához, nem a májból, hanem a zsírsejtekből. A mérgek a zsírsejtekben tárolódnak, a májunk alapszinten nem tárol méreganyagokat, a máj csak semlegesíti, átalakítja a mérgeket. A máj onnantól kezdve kezd el tárolni méreganyagokat, hogy elzsírosodik. Ugyanis, hogy az előbb említettem, a méreganyagok a zsírsejtekben tárolódnak el. A máj enzimek segítségével ártalmatlanná alakítja át a mérgeket, így azok már könnyen tudnak távozni. A zöldségekben lévő fitonutriensek komoly támogatást adnak a májnak, hogy folyamatos és kiegyensúlyozott legyen a méreganyagok eltávolítása. A legjobb zöldségek a májfunkciók javításához a leveleskel, a rukkola, a pak choy, a kelbimbó, a brokkoli, a karfiol, a retek, a torma, és bár nem keresztes virágú, de a fokhagyma és a többi hagymaféle is. A zöldségek csírái, például a brokkoli vagy a retek csíra, többszörös mennyiségben tartalmazzák a növények hatóanyagait, így súlyos máj problémák esetén mindenképpen a napi csíra fogyasztásban is érdemes gondolkodni. A zöldségeket a legjobb nyers formában fogyasztani, vagy minél kevesebb hőnek kitenni őket, tehát mondjuk enyhén párolva.
A zöldségbevitelünket kiegészíthetjük mikroalgákkal is, mind a kék zöld algák, tehát a spirulina és a chlorella, mind a barna alga, a kelp, kiváló májfunkció támogató, májgyulladás csökkentő. A következő jelentős májregenerálunk a kurkumin, ugye a kurkuma fő hatóanyaga. Ne abban gondolkodjunk, hogy a kurkumát mint fűszert fogyasszuk, csak önmagában, mert a sima fűszerből nagyon nagy mennyiségeket kellene bevinnünk nap mint nap, hogy megfelelő hatást érjünk el. A legjobb, ha olyan kurkuma kivonatot tartalmazó kapszulát szedünk, amelyben sima kurkumapor és kurkuma kivonat, azaz kurkumin is található. Itt ajánlom a figyelmetbe a kurkunexet. A kurkumin csökkenti a gyulladásokat a májban, mérsékli a fibrózist és serkenti a máj epetermelő funkcióit is, ami nagyon sok egészségügyi probléma esetén lehet hasznos, még akár pajzsmirigy alulműködésnél is. A cékla segíti a májenzimek mennyiségét csökkenteni, ha túl sok van belőlük, fitonutriensei elősegítik az epesav felszabadulását, gyulladást csökkentenek és védő hatással vannak a májsejtekre. A gyógygombák jelentős glutation források, a glutation a májunk legfőbb antioxidánsa. A legtöbb gyógygomba jó glutation forrás, de kiemelten a lepketapló és a laskagomba. A máriatöv is regeneráló hatása van a májsejtekre, gyulladás és fibrózis ellenes, és mérsékli a májbetegségekkel kapcsolatos májsejt károsodást. A máriatövist por formában célszerű alkalmazni, tehát nem az olajat vagy a kapszulát, itt ajánlom figyelmetbe a Manna Vita máriatövis magörleményt. És végezetül a kolin a májzsír oldásban segít, ugye kapszula formában tudjuk bevinni rendszeresen, de nagyobb mennyiségben a tojás sárgájában is megtalálható. Így jegyezném meg, hogy sokakban az a képzet él, hogy a májat úgy lehet regenerálni, hogy a zöldségleveket és gyümölcsleveket fogyasztunk. A májzsír oldásban kulcsszerepet játszó kolin és az előbb már említett glutation, legfőbb előanyaga a metionin aminosav, a zsírosabb húsételekben találhatók meg jelentősebb mennyiségben. Tehát a májat a zöldségek mellett a magas zsír és fehérje tartalmú ételeket tudjuk jól regenerálni, mint például a tojás, a zsírosabb húsok, a zsírosabb halak és a sajtok. Következő videónak ajánlom figyelmetbe korábbi videómat a májállapot romlásról, ugye betettem. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, kedved és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!